mama! Önfeledten játszó gyerekek Győr egyik legmodernebb, de mindenképpen a legutóbb fejlesztett játszóterén. A nádorvárosi Malomliget nem csak a környéken élő családok nagy kedvence, sokan más városrészekből is átjárnak ide kikapcsolódni. A közelmúltban több mint 200 millió forintból modernizálták a területet, ami most már minden korosztály számára kiváló környezetet biztosít. Az elmúlt időszakban egy teljes felújításon, teljes rekonstrukción átesett itt a Malomliget. Egyrészt a ligeti részen a növényzetet megújítottuk, újra vetettük a füvet, néhány fát átültettünk, új helyet kaptak, és egy teljes megújuláson ment át a ligeti rész, és ezzel párhuzamosan persze a többi terület is megújult. A játszótér teljesen felújult, új játék elemek jelentek meg, kerítést kapott, a sportpálya rész is megújult, új burkolatot, korszerű burkolatot kaptak a sportpályák is, úgyhogy egy gyakorlatilag minden igényt kielégítő park, liget jött létre, nyilván az itt lakók és a környéken élők örömére. Megújult a sportpálya, a játszótér pedig új eszközökkel bővült a ligetben. Nem csak sokszínű, de biztonságos kikapcsolódási lehetőséget nyújt a park, kicsik és nagyok számára egyaránt. Van kedvence, az új forgó, ez eddig ugye nem volt itt, a gyerekeknek ez az új kedvence. Régebben is nagyon szuper volt a játszótér, annak ellenére, hogy nem volt ilyen szép burkolat. Hát most a gyerekeknek ez így kedvezőbb, nincs akkora sérülés, bár még így is össze tudnak szedni mindent. Más nem is tudok mondani, nagyon szeretjük. Tehát az elején voltak a nehézségek, nyilván amikor átépítés volt, az kellemetlen volt, akkor utána amíg kinőtt a fű az is, de hát a vége. Ez így egy nagyon szuper játszótér, és nagyon örülünk neki, majdnem minden nap itt vagyunk, élvezik a gyerekek. Legtöbben a szüleikkel, mások a nagyszüleikkel töltik itt a nap egy részét. Laura híradónknak is szívesen mesélt arról, miért szeret a Malomligetbe járni. Csúszdát szeretem nagyon. És miért? Azért, mert magasról lehet róla lecsúszni. Más kedvenc játék? Nem. Még lehet, hogy a pörgő. A fejlesztésekhez kapcsolódóan egy automata illemhely is került a ligetbe. Győrben ez már a negyedik hasonló berendezés, a visszajelzések pedig igen pozitívak a Malomligetben is. Azt tapasztaljuk, hogy ezt a ligetet nagyon sokan használják az elmúlt időszakban. Kisgyerekes szülők jönnek ide, de jönnek ide idősek is pihenni, kikapcsolódni, akár csak egy kicsit sétálgatni. Úgyhogy nekik biztosan jól jön az az automata illemhely is, amit itt a közelmúltban üzembe helyeztünk. Ez már a negyedik ilyen a városban. Azt tapasztaljuk, hogy ezek az illemhelyek jól működnek. Egyrészt a fenntartásuk és az üzemeltetésük az egyszerűbb, másrészt pedig jó, hogy egész nap, gyakorlatilag a nap 24 órájában rendelkezésre állnak azoknak, akik ezt használni szeretnék. Ezek az illemhelyek tisztán tarthatóak, és úgy néz ki, hogy meg is őrzik a használók is a tisztaságukat. A Malomliget a Zöld Város kialakítása Győrben című topos projekt keretében újult meg, amióta pedig elkészült, érezhetően egyre népszerűbb a családok és a gyerekek körében.